Oliver vagyok. Ez az én kis filmem. Csak itt tudom megmutatni, milyen másnak lenni. Nektek ajánlom, hogy megérthessetek és meglássatok engem az autizmus mögött. Az ismert utakon szeretek járni, mert kiszámítható, biztonságos. De az életben minden változik, ettől mássá válok én is. Azzá, aki nem is igazán én vagyok. Amikor nekem rendben a világ, minden ismerős, nem zavar semmi, nem félek, neked láthatatlan vagyok. Pedig ilyenkor szeretnék csak láthatóvá válni, hogy észrevegyetek és rám figyeljetek. És elvigyelek titeket oda, ahol én mindent jól ismerek. Ahol segíthetnék nektek megérteni, milyen máskor másnak lenni. Én sem értem, mikor lettem más, mint a többi gyerek. Bárcsak létezne az időutazás, és erre járna az idővonat. Bátran felszállnék rá veletek. Mindenkinek jutna hely körülöttem. Együtt visszautaznánk, és visszanéznénk a múltba. Belenéznétek velem az időkönbe. És meglátnátok engem. És nem látnátok másnak, csak egy ugyanolyan kisgyereknek, mint a többi. Akinek hisztek a képességeiben. És a különleges történeteiben. A tudásában, az álmaiban. Aztán visszatérnék, hogy megmutassam, milyen, amikor más vagyok. Mert elég egy bántó zaj, és belül már forog velem a világ. Te kívülről csak a mese szépet látod. Én legbelül éppen romokat. Elindulok valami felé, amit te most is szépnek látsz. De én már máshol járok, ahol romokban a világ. És egyre jobban félek. Már nem látom, nem hallom a külvilágot, csak a borzasztót, az ijesztőt. Érzem, menekülnöm kell. Nem akarom ezt látni, de visszahúz valami. És egyedül nehéz kiszabadulnom onnan. Ha odakint megértesz, segítesz, hogy levessem magamról ezt a leplet. Hogy megint halljam és lássam a külvilágot. Hogy ne legyek más, csak egy testvér, akire számíthatsz. Csak egy igaz barát, akivel jó együtt lenni. Bár csak mindig rendben lenne a világ, hogy én is bátran jöhessek közétek, és megmutathassam, mire vagyok képes. Hogy csak engem lássatok, ne az autizmust.